70. születésnapján köszöntötték a székesfehérvári jégkorong atyját, Ocskay Gábort. A sportág ikonikus alakja volt az, aki felépítette, megtartotta, hozzásegítette és megalapozta a sportág jövőjét Székesfehérváron. Csicsó, ahogy a hozzá közelállók becézik, immár Fejér megye díszpolgáraként tekinthet vissza arra a nagyívű életműre, ami segítette városunkat abban, hogy a magyar jégkorong fellegváraként tekinthessenek rá. Arra nem gondoltam, hogy egy ilyen gyönyörű időszak lesz mögöttem, amikor a 70. születésnapon ilyen jeles személyiségek itt megjelentek a köszöntésemre, de csak azt tudom mondani, egy gyönyörű időszak volt, nagyon sok szép sikerrel, persze bent traumákkal is. Az élet az ilyen, és remélem még van hátra egy kicsi. Ocskay Gábort a Titánok Brassó mérkőzés előtt a jégen köszöntötte Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke, Szőke Álmos az Erste Liga elnöke, Gál Péter Pál a Fehérvár AV19SC elnöke, és Fekti István az ifjabb Ocskay Gábor Nemzeti Jégkorong Akadémia ügyvezető igazgatója. A legmélyebb tisztelet és a szeretet gondolatai vannak ilyenkor benne, hiszen valóban ő az, aki a mostani életének kijelenthetjük több mint felét azzal töltött, hogy Székesfehérváron és Székesfehérvárért jégkorongot csináljon, csapatot építsen, szakosztályt vezessen, klubot építsen. Az ő örökségét vehettük át 2017-ben, amikor a klubunk önállóvá vált, és azt a szellemi örökséget próbálja továbbvinni az akadémia rendszer az ő hathatós munkájának a segítségével. Ocskay Gábor elmondta, azt szeretnék, hogy a Titánok együttese a Nemzeti Akadémia tehetségeivel jövőre is induljon a bajnokságban, és ez a fiatal csapat tudjon nevelni olyan fiatalokat, akik a későbbiekben sokat tehetnek a magyar jégkorongért.